nézőinket! Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Gulyás Anita vagyok, főbb témáink néhány mondatban. 2023 a jubileumok éve. Márciusban nagy volumenű programsorozattal készül a Babits Mihály Kulturális Központ. Társulási ülés. A 2023-as év költségvetéséről is döntött a Völcségi Önkormányzatok Társulása. Gyógyszereket iratott fel magának, mások személyes adatait használta fel a függő férfi. Műszaki vizsgával csalt. 50 ezer forintot kért ügyfelétől az elítélt férfi. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 175. évfordulója alkalmából 5 napos programsorozattal készül a Babits Mihály Kulturális Központ. Március 11-e és 16-a között egyebek mellett korhű csatajátékra invitálják az érdeklődőket a Prométheusz Parkba, és zenés estel is készülnek a szervezők. Továbbá a korabeli Pilvax kávéház hangulatát is visszahozzák az intézmény falai közé. 2023-ban két jeles jubileumot is ünnepelünk hazánkban, Petőfi Sándor születésének 200. és az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kitörésének 175. évfordulóját. Ezek kapcsán a Babits Mihály Kulturális Központ egy többnapos programsorozattal készül március 11-e és 16-a között. Március 14-e Rékasi Károly kiváló színművész előadását hallhatjuk a 48-as eseményekről. A Kultúrkortyok Szabad Egyetem keretében az ELTE docensének előadásában történelmi eseményekről is, olyan háttérinformációkról is hallhatunk, amely azért a történelem órán nem mindig hangzik el. És hát kórhű kávéházi hangulattal, gyermekjátszóval, jelmezes beöltözési lehetőségekkel mind-mind azt gondolom sok érdekes pillanatot tudunk ide varázsolni. Március 11-én egyedülálló műsorral készül a központ, ugyanis a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetséggel kórhű csatajátékra invitálják az érdeklődőket a Prométheusz Parkban. Berlinger Gábor a szervezet elnöke elmondta, a rendezvény egyik fő célja a történelmi emlékezet mellett a hazaszeretet, a magyarságtudat, a honvédelem ügyének erősítése. Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy 48-as kórhű harcászati bemutatót varázsolunk ide, tehát olyan, mintha egy igazi csata lenne, tehát ez egy fiktív csata bemutató. Mind a három hadnem, tehát a lovasság, a gyalogság és a tüzérség szerepelni fog a csatában. Itt a lovasságot a Tolna megyei huszárbandérium, a rádi bandérium fogja kiadni. 5-5 lovas lesz mindkét oldalon, tehát a honvéd és igazából 5 huszár és 5 vértest kell elképzelni, akik külön is fognak egymással harcolni, illetőleg gyalogság ellen is fognak, illetve a parancsnokok pedig pár viadalt fognak vívni. A látványos bemutatón ágyülövéseket és robbanásokat is imitálnak majd. Emellett a korabeli Pilvax kávéház hangulatát is visszahozzák a szervezők a Babits Mihály Kulturális Központ falai közé. Március 15-én pedig délelőtt 10:30-kor a Béla Király téren koszorúzással egybekötött megemlékezésre kerül majd sor. 551 disznó pusztult el egy tűz során Kurdon, miután kigyulladt az istálló, ahol az állatokat tartották, valamint a mellette található szénatároló. Az esethez a dombovári és a bonyhádi hivatásos, továbbá a kurdi önkéntes lánglovagokat riasztották, akik 7 vízsugár és kézi szerszámok segítségével fékezték meg a lángokat. A vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat mellett a rendőrség, mentőszolgálat és hatósági állatorvos tartózkodott még a helyszínen. Személyi sérülés nem történt. 417 millió forintból gazdálkodik idén a Völcségi Önkormányzatok Társulása az elfogadott 2023-as évi költségvetésük értelmében. Ebből az összegből 3 millió forintot különítettek el a közművelődési pályázatok finanszírozására, amire a Bonyhádi járás 25 településén működő bármely bejegyzett civil szervezet pályázhat. Ki elfogadják, kérem érezze. Aki nem fogadta el, és aki tartózkodott, egyhangulag elfogadtuk. Bonyhádon tartotta idei első ülését a Völcségi Önkormányzatok Társulása. A februári tanácskozáson, mint minden önkormányzatnál, a költségvetés is napirendre került, melyet egyhangulag el is fogadott a VÖT, ismertette Filóné Ferenc Ibolya elnök. 417 millió forintból gazdálkodik idén a társulás. Jellemzően ugye a tagok három csoportban a gondozási központhoz tartozó feladatok ellátásával, de különböző önként vállalt feladatokra is társultunk a településekkel, különböző mértékben, és mindenki olyan szinten csatlakozott és hozott döntést az adott feladat ellátásában, amit saját önként vállalt módon szerepet vállal benne, és ezt is fizeti.
A jól kialakult rendszernek köszönhetően egyhangulag fogadta el a 2023-as év költségvetését, mind a 25 település. A társulási tanács döntése értelmében a covidos időszak után idén újra kiírják a közműveledési pályázatot, amelyre bármely bejegyzett civil szervezet pályázhatott adott település polgármesterének támogatói okiratával együtt. Ez egy 3 millió forintos keret, amit tudunk erre a célra hasznosítani, felhasználni, és egységesen nagyságrendileg 100 ezer forintot jelenthet egy-egy civil szervezet életében a támogatás mértéke. A tervek szerint a soron következő áprilisi völgységi önkormányzatok társulásának ülésén döntés születik majd a támogatható szervezetekről. Február 22-ig szerdáig lehet jelentkezni a középfokú oktatási intézményekbe. Idén a 9. évfolyamra felvételizők átlagosan 54,7% a 6 évfolyamos gimnáziumba jelentkezők, 62,22% a 8 évfolyamos gimnáziumba jelentkezők pedig 61,49% pontot értek el, közölte az oktatási hivatal. A középfokú felvételi eljárásban a 9. évfolyamra jelentkezők felvételi lapjait, tanulói adatlapot és jelentkezési lapot az általános iskolák töltik ki, a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokba tovább tanulni szándékozóknak viszont a lapokat egyénileg kell megírniuk a KIFIR online felületén. A dokumentumokat február 22-ig kell eljutatni a továbbtanulásra kiválasztott középfokú iskolákba és az oktatási hivatalba. Kézzel írt felvételi lapok feldolgozására nincs lehetőség. 10,2%-kal csökkent Tolna vármegye lakosainak száma 10 év alatt. Ez derült ki a 2022-es népszámlálás most közzétett első adataiból. 2011-ben még 231 ezre laktak az országnak ezen a részén, tavaly viszont már csak 207 ezeren. Korcsoporti bontásban azt állapították meg a szakemberek, hogy 15 és 64 év közöttiek vannak a legtöbben, egészen pontosan 130 ezeren. Azok, akik elmúltak már 65 évesek, a lakosság 23,1%-át, vagyis 48 ezer főt tesznek ki, míg a gyermekkorúak 29 ezeren vannak. Az adatsor érdekessége egyébként, hogy aszerint, míg a lakosság száma csökkent Tolna vármegyében 10%-kal, addig a lakásállomány 2%-kal nőtt. Több ember személyes adatait használta és vényre kapható gyógyszereket iratott fel magának egy férfi. Elsősorban kisebb településen élőket választott ki, ahol csak egy-egy házi orvos praktizál. A csalót végül Dalmandon fogták el a rendőrök, amikor éppen egy patikából távozott. Még tavaly decemberben tett feljelentést egy dombóvári férfi, ugyanis néhány nappal korábban valaki a nevében felhívta a háziorvosát, hogy gerincfájdalmai vannak, és szeretne egy gyógyszert feliratni. Ezt azzal indokolta, hogy vidéken tartózkodik, de ott nem tud orvoshoz menni. Később a férfi édesanyja ugyanehhez az orvoshoz ment ellátásra, és tőle kérdezte meg a doktornő, ahol sértett hogy létét. Ekkor derült fény arra, hogy valaki az adataival visszaélt, csalás történt. A dombóvári nyomozók adatgyűjtésbe kezdtek, és a beszerzett bizonyítékok alapján 2023. február 13-án elfogták Dalmandon azt a férfit, aki a visszaélésekkel gyanúsítható. A férfi a rendőröknek beismerte, összesen 6 ember adatait használta fel, hogy gyógyszerhez juss. Állítása szerint évekkel ezelőtt gerincsérvel műtötték, majd hosszú ideig kezelés alatt állt, ami miatt függővé vált. Időközben új körzetbe jelentkezett át, de ott már nem kapott receptet, ezért csak mások adatait felhasználva tudta beszerezni a készítményt. A csaló többnyire a közösségi oldalakról jutott a sértettek információihoz. Elsősorban kisebb településen lakókat választott ki, ahol csak egyházi orvos van. Elmondta, hogy elhagyta a tajkártyáját, emiatt szeretne egy gyógyszert feliratni, ehhez kéri a segítséget. Az így megszerzett számok alapján pedig a TB jogosultságot igazolva más emberek nevére iratta fel ezeket a vényköteles gyógyszereket, majd más-más gyógyszertárba váltotta ki őket. Az elfogásakor is éppen Dalmandon egy gyógyszertárból jött ki. Az eljárást személyes adattal való visszaélés vétsége miatt a dombóvári rendőrkapitányság folytatja le. Folyamatosan dolgoznak az építő munkások a Szekszárdi Ipari Park fejlesztésén. A munka jól halad. A közel 3 milliárd forintos beruházás során felújítják a meglévő épületeket, valamint 3 új csarnokot is kialakítanak. Eközben a közvilágítás és a kamerarendszer építése is zajlik a területen. A villamos rendszert ugyanis 3 megawattal bővítik. A cél, hogy őszre elkészüljenek az új létesítményekkel.
Ciklus fordulóhoz érkezett a hazai lakáspiac. A 9 éve tartó meredek emelkedés után idén csökkenhetnek az ingatlan árak, értékelték az ingatlan piaci szakértők. Szerintük ugyanakkor az árcsökkenés nem lesz általános jelenség, csak egyes szegmenseket érinthet. A 2008-2013 között tapasztalt mély és hosszú válságtól pedig nem kell tartani, mivel megmarad az otthonteremtési támogatások nagy része. Tavaly év végére lefékezett az ingatlanpiac, amiben szerepe volt az orosz-ukrán háborúnak, az elszálló rezsidíjaknak, az inflációnak, a hitelkamatok emelkedésének. Már az első fél évben látszott a csökkenő tranzakciószám, elmaradtak a vevők és mérséklődtek az árak. Az eddigi adatok alapján 2022-ben 10-15%-os forgalmi visszaesés volt, amit az idén további 20-30%-os csökkenés követhet, ugyanakkor megvan rá az esély, hogy 2023 legyen a mélypont. Tovább szárad a talaj felső rétege, visszahúzódik a belvíz, de megnő a szárazfű tüzek kockázata, írta az Országos Meteorológiai Szolgálat egyik friss elemzésében. Az összefoglaló szerint a múlt héten száraz volt az idő, a belvíz borított területek nagysága tovább csökkent, a kevés felhő miatt gyakoriak voltak az erős éjszakai fagyok, de a sok napsütés hatására napközben viszont tavaszias idő alakult ki. Az őszi vetések jellemzően jó állapotban vannak. Műszaki vizsgával csaló férfit ítélt el a bíróság Szekszárdon. Egy ügyfelétől kért 50 000 forintot, de lebukott. Most nem kell börtönbe mennie, de 2 éven át, ha bármilyen bűncselekményt elkövet, azonnal rácsok mögé kerül. Az ügy előző tárgyalásán készültek ezek a felvételek. Egy Tolna és Somogy vármegyék határán működő műszaki vizsgálomáson kért 50 000 forintot az elsőrendű vádlott az ügyfelétől. Azt mondta neki, hogy az autóján nem látszik a motorkód, mert azt lecsiszolták. A férfi végül fizetett, hogy megkapja az eredetvizsgáról szóló papírt. Otthon viszont észrevette, hogy a kérdéses számsor mégis jól olvasható. Ezután hívta a rendőrséget, csak hogy mivel ő volt a veszélygető, saját magát is feljelentette. Most mindkét férfi ügyében ítéletet hirdetett a bíróság. A másodrendű vádlottat hivatali vesztegetés büntettében mondta ki bűnösnek, ezért 150 000 forint pénzbüntetésre ítélte, az ő vonatkozásában az ítélet jogerőre emelkedett. A pénzt elfogadó elsőrendű vádlott viszont végig tagadott, ettől függetlenül őt is bűnösnek mondta ki a bíró. Az elsőrendű vádlottat hivatali vesztegetés elfogadásának büntettében mondta ki bűnösnek, 1 év börtönbüntetést szabott ki a bíróság, 2 évi próbaidőre felfüggesztette a végrehajtást, továbbá még pénzbüntetéssel is sújtotta a vádlottat, és 2 évre eltiltotta foglalkozásának gyakorlásától. Az ügy viszont ezzel még nem ért véget, mert az elsőrendű vádlott felmentésért fellebbezett. A következő tárgyalásra a pécsi ítélőtáblán kerül sor. Regionális híreink következnek. Busójárás Mohácson. Mágiát gyújtottak a rendezvény alkalmával. Csak részben ismerte be bűnösségét a férfi, akár életfogytig tartó börtönbüntetésre is számíthat a vádlott. Népviseleti bemutató, zenés táncos farsangi mulatság, Schwab Bált rendezett a Koch Valéria iskola központ. Farsang vasárnap a busójárás főnapja volt. Felvonultak a busók, ekkor bocsátják vízre a farsangi koporsót, és ekkor van a mágiagyújtás is a főtéren. A télüző és tavasz köszöntő rendezvényre Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes is ellátogatott, és részt vett a busóavatáson. Az időjárás is kegyes volt a programhoz, a szabad farsangolás a busókkal igazi tavasz köszöntőnek bizonyult. Több ezren látogattak ki vasárnap a farsang főnapján Mohácsra. A múlt csütörtök óta zajló rendezvény ekkor érkezett a csúcspontjára. A Hungarikumnak számító busójárásról Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes többek között ezt mondta. A tél nem csak a hidegnek, nem csak a sötétségnek, hanem az ellenségnek, a rossznak, a halálnak a szimbóluma, és ezért a télüzés spirituálisan azt jelenti, hogy a mi életünkből is üzzük el a rosszat, üzzük el a sötétséget, és jöjjön a fény, jöjjön az élet.
A miniszterelnök helyettes arra is felhívta a figyelmet, örökségünk olyan érték, amit csak mi adhatunk az egyetemes emberiségnek, és ha nem őrizzük meg hagyományainkat, akkor ezt helyettünk senki nem fogja megtenni. A busójárás szokását a sokácok hozták betelepítésükkel egy időben Mohácsra, ez még az 1680-as években volt, aztán itt nyerte el mai formáját, mondta Bőz Gábor szervező. A vasárnap ugye a főnap, ilyenkor vannak a tradicionális elemek, mint a Dunai átkelés, a felvonulás, a busóavatás, a koporsó vízreeresztése és a mágiagyújtás a főtéren. A hétfő az egy szűkebb körbe zajlik, ilyenkor a busók házalnak, házról házra járnak, mint az eredeti tradíció is adta egykoron. És aztán a kedde a zárónap, a farsang temetés napja, ilyenkor újra felvonulnak, és egy újabb mágiára felhelyeznek egy koporsót, és ezzel végérvényesen elűzik a telet és eltemetik a telet. 70 busócsoport vonult fel, melyeknek 2200 tagja van, köztük busók és sokáclányok és a jánkelék. Mohácsiak és a környékbeli falvakból és külföldről is érkeznek ilyenkor a jelmezes felvonulók, akik az itteni rokonaikkal együtt beöltöznek és felvonulnak. Életfogytig tartó börtönbüntetésre tett indítványt a Baranya vármegyei főügyészség egy erőszakos, többszörös visszaeső férfi ügyében. A vádlottat korábban 10 évre ítélték, egy másik ügyben, majd szabadulása után felkereste volt élettársát és párját. A férfi egy bozót vágó késsel a kezében dulakodni kezdett a sértettel, megfenyegette, megöli őt és korábbi partnerét is. Az ügyben előkészítő ülést tartottak a pécsi törvényszéken. Bilincsben vezetik be a tárgyalóterembe azt a férfit, aki ellen a Baranya vármegyei főügyészség emelt vádat. Az iratok szerint a férfi korábban élettársi kapcsolatban élt a sértett feleségével. 2012-ben 10 év börtönbüntetésre ítélték, majd szabadulása után felkereste a nőt. Egy bozótvágó késsel a kezében az esti órákban érkezett az ingatlanhoz, ahol a sértett és felesége lakott. A vádlott azt kiabálta, megöli őket, így a sértett megpróbálta megakadályozni, hogy bejusson az ingatlanba. Ez azonban nem sikerült. A vádlott rátámadt a férfire, dulakodni kezdtek. A bántalmazás következtében a sértett két kezén súlyosabb, az inakat is érintő, de testszerte is több vágott felületű sérülést szenvedett. A vádlottnak a Baranya megyei, illetve Baranya vármegyei főügyészség által benyújtott vádiratban foglaltak alapján, mint erőszakos többszörös visszaesőt, emberülés büntetének kísérletével és magánlag sértés büntetével vádolom. Az ügyészség nem tett mértékes indítványt tekintettel arra, hogy a vádlott erőszakos, többszörös visszaeső, válaszolta a bíró kérdésére az ügyész az előkészítő ülésen. A büntetésre a következő indítványt tette az ügyészség. Indítványaink életfogytig tartó szabadságvesztés, melynek végrehajtási fokozata fegyház. Állapítsa meg a tisztelt bíróság bűnösség megállapítása esetén, hogy abból feltételes szabadságra a vádlott nem bocsátható. Ebbe az előzetes fogvatartás idejét számítsa be, ő kiültse el a közügyek gyakorlásától, illetve indítványt tettünk még az eljárásra lefoglalt tárgyak lefoglalásának megszüntetésére, annak részbeni megsemmisítésére, illetve kiadására. Ezen túlmenően pedig indítványozzuk, hogy a tisztelt bíróság kötelezze a vádlottat az eljárás során felmerült és felmerülő bűnügyi költség megfizetésére. Az ülés keretében a vádlottat is meghallgatta a bíróság. A férfi tehát az emberölés kísérletét nem ismerte el, így rendes tárgyalással folytatódik az ügy. Legközelebb a tanúkat és az orvos szakértőt hallgatják ki májusban a pécsi törvényszéken. 2 év kihagyás után idén újra megrendezte a nagyszabású svábbáját a Koch Valéria iskola központ. Az esemény kinőtte az intézmény falait, ezért új helyszínen, az Expo Centerben tartották a hagyományos farsangi mulatságot. A svábbál bevételéből a hagyományoknak megfelelően a végzősök utolsó osztály kirándulásának költségeit fedezik majd. Évtizedekkel ezelőtt a farsangi időszakban szinte minden hétvégén rendeztek svábbált az ország számos településén. Mára azonban ezek száma jelentős mértékben lecsökkent. A baranyai németség megtartotta a hagyományt, de egy ideje egy közös nagyszabású bált tartanak a Koch Valéria iskola központ szervezésében. Az emberben tudatosul, hogy az utóbbi években, vagy mondhatjuk az utóbbi évtizedet is, folyamatosan bővült az iskolának a létszáma. Jelenleg már több mint 900 diákunk van, és 36 osztályunk
Ez azt is jelenti, hogy kinőttük azt az infrastruktúrát, amit a jelenlegi épületeink nyújtani tudnak. A pandémia miatt 2 év kimaradt, de idén csaknem 1500-an vettek részt a Schwab bálon, ami sokkal több egy farsangi mulatságnál. Itt a fiatalok, a gyerekek megélhetik azokat a hagyományokat, amit mi annak idején gyerekként szintén megéltünk és őrzünk. Hogyha valaki figyelte a népviseleti bemutatót, hogy hány fiatal mutatta be a településének az eredeti ruháját, itt vannak azok a ruhák, amik közel 100 évesek is köztük, akkor érezheti azt, és a táncosok, a szereplők révén, hogy talán reménnyel tekinthetünk a jövőbe. A Schwab bált hagyományosan a 10. évfolyam szervezi, nem volt ez másképp idén sem. A 10-esek és szüleik egyébként már szerda óta tényleges fizikai munkával, de most már hetek óta zajlik a szervezés ennek a Schwab bálnak, és hát ma hajnali órákig ők még állják a sarat, és nagyon sok munkát végeznek, szülők is, gyerekek is teljesen önkéntesen. Azt nem mondom, hogy dalolva, de biztosan miután mindenki kipihente magát, akkor mindenki szívesen emlékszik erre a Schwab bálra. A Schwab bál bevételéből a hagyományoknak megfelelően a végzősök utolsó osztálykirándulásának költségeit fedezik majd. Végül mutatjuk újra legfontosabb Tolna vármegyei híreinket még egyszer röviden. 2023 a jubileumok éve. Márciusban nagy volumenű programsorozattal készül a Babits Mihály Kulturális Központ. Társulási ülés. A 2023-as év költségvetéséről is döntött a Völcségi Önkormányzatok Társulása. Gyógyszereket iratott fel magának, mások személyes adatait használta fel a függő férfi. Műszaki vizsgával csalt. 50 000 forintot kért ügyfelétől az elítélt férfi. Szerdán napos és felhős területek, időszakok váltakoznak. A hajnali párásság eloszlik. Délelőtt többségében napsütéses, tavaszias érzetű idő lesz a jellemző. Marad az évszakos átlaghoz képes szokatlanul enyhe hőmérséklet, gyenge lesz a légmozgás. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!